Európa szerte több évtizedes probléma a népesség fogyása, amely alól Magyarország és megyénk sem jelent kivételt. Egy civil szervezet a trend megfordítása érdekében indította el programját 4 évvel ezelőtt, amelybe különböző szakmák több mint 200 szakértőjét vonták be, és melynek keretében 70-nél is több workshopot tartottak, és 6 komplex tanulmánykötet készült el. Utóbbiak azon feltételek feltárását szolgálták, amelyek szükségesek ahhoz, hogy azok a családok, amelyek több gyermeket szeretnének vállalni, ezt megtehessék. Egy felmérésükben a fiatalokat kérdezték meg, és kiderült, hogy azok 3 életpálya modellben gondolkodnak. Az egyik, ez az 5%-át képviseli a populációnak, csak karrierben gondolkozik, és nem akar családot, vagy nem tudott, nem sikerült a párválasztás és a többi, és ez az 5% ez élhet a saját kedve szerint. Van egy sokkal szélesebb réteg, ez a populációnak a 70%-a, amelyik egyeztetni próbálja a családi és a munkahelyi követelményeket, és ebben az egyeztetési folyamatban találja meg a megoldást az életére, a kiteljesedését. Mint kiderült, 3 gyermektől ez már nagy nehézséget okoz. Van emellett egy 25%-os csoport, ez a 35 év feletti korosztályban mintegy 400 000 embert jelent, amelynek tagjai szeretnének csak a családjuknak élni, több gyermeket vállalni, ezt azonban nem tehetik meg, csak ha vállalják az elszegényedés kockázatát. A szervezet a probléma kialakulásának okait keresi Hivatásos szülők című programjában, amely a gazdasági feltételekre is fókuszál. Ha valakinek megszületik a 3. gyermeke, és szeretne ebben a programban részt venni, akkor egy olyan méltányos juttatást kap, jövedelmet, amiből el is lehet 4 ember tartani. Ez jelenleg az átlagbérnek mondható, ez egy 300 000 körüli vagy a fölötti bruttó összeg most már a tavalyi számítások szerint. Azt gondoljuk, hogy ha ezt megkapja, akkor a gazdasági láb rendben van, és egy nyugodt és a gyermekekre fókuszáló életvitel élhető annak a családnak, akik ezt szeretnék. A mentális pszichológiai problémák orvoslására pedig felnőtt képzési rendszer dolgozta ki a családi nevelésre, hétköznapjaink menedzselésére vonatkozóan. Egy könyv is elkészült a program keretében, amelyet pénteken Nyíregyházán, a Megyeházán is bemutattak egy konferencia részeként. Itt a megyei közgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy a népesség gyarapodásához demográfiai fordulatra van szükség. Ezért mindenkinek szüksége van a támogatására, polgármester kollégáknak, civil szervezeteknek. A mai könyvbemutató egyébként egy ilyen civil szervezetnek az aktivitását célozza az a konferencia, amit rendeztünk, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet, és milyen támogatást tud nyújtani a civil társadalom, hogy megváltozzon a közhangulat a gyermekes családok körül, a gyermeket vállalók körül, hogy mindenféleképpen olyan támogató környezet vegye körbe a családokat, hogy akik a kívánt gyermeket akarják, azok meg is szülessenek. Az egyedülálló kézikönyvben külön módszertani fejezet mutatja meg, hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni a folyamatot. A komplex összefüggések megértését 22 ábra, 132 színes kép, 63 grafikon és 35 táblázat segíti.